Számomra nem létezik olyan, hogy szerencse. Nincsenek véletlenek. Félreértés ne essék, nem vagyok csaló. Csupán a felfogásom gyors. Ön engem összetévedt valakivel. Nincs tévedés. Sosem értettem a rulethez. Csak egy szerencsétlen golyót látok, ami ide-oda vergődve próbálja megtalálni végső helyét. Tehát mi lesz az? Azt mondják, hogy az a szerencsém volt. Számomra nem létezik olyan, hogy szerencse. Nincsenek véletlenek. Kérem a téteket. Félreértés ne essék, nem vagyok csaló. Csupán a felfogásom gyors. Az országos átlag 15-szöröse. Aki gyorsan gondolkozik, többet lát, azt is megfigyeli, ami mások szemében összefolyik. Látják ezt a pancsert? Század másodpercek választják el attól, hogy a rulettasztalnak esve egy életre megváltoztassa a fejszerkezetét. Na meg a játszma végeredményét. Persze erről a krupié mit sem sejt. Legyél a fekete nyolcas. Bingo. Ön engem összetéveszt valakivel. Nincs tévedés. Hello, Doki. Nincs túl sok időm, le akarnak lőni. Mit tegyek? Attól függ, hogy meg akar-e halni, vagy nem. Nincs nagy kedvem hozzá. Akkor ugorjon félre. Ez nem ilyen egyszerű. Előfordulhat, hogy egy hónap múlva tüdőrákot diagnosztizál. És az a lassú, fulladásos halál dolog nem tűnik igazán kellemesnek. Tisztában kell lennem, hogy állok az egészségemmel. Nála vannak a legutóbbi vizsgálat eredményei. Mint ember azt tanácsolom, hogy igyekezzen élni. De mint orvos, azt mondom, hogy egy ilyen jó alkalmat nem szabad elszalasztani. Kösz, Doki. Minden jót. Hány tölténye van még? Ne ugráljon annyit! Mindössze 3 golyó volt a tárban. Vagyis még 2? Akkor még bőven van idő.
Vedd fel a nevet. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. A sírt után hagyja üzenetet. Szevasz öreg. Lehet, hogy most hallasz fel ülöm utoljára. A telek, amiről beszéltünk, neved meg. Üzleti bukás lenne. Ami engem illet, a kaszinóban tegnap egy kisebb vagyonra tettem szert. Mivel magamra már nem költhetem, azt hiszem jótékonykodni fogok. Miért osztatta a senki maradni? Bocsásson meg, uram, hogy jelentéktelen gondjainkkal zaklatjuk. Mi itt a vágóhídon, munkáig élő vérben, állandó halálörökés közepette is hívek szeretnénk lenni az állatvédelem nemes eszélyéhez. Mi itt kedves Vágó Híd. A megoldás pofon egyszerű. A kérdés, amit föltettek, nem jelentéktelen, hanem általános érvényű, sőt, talán a legfontosabb kérdés a világon. Sajnos még most, az utolsó percben sem tudok rá határozottan válaszolni. De megpróbálom. Megpróbálom. Sajnálom, nem sikerült. Forduljanak máshoz.